New Yorkban bezárnak az iskolák, miután a Metropolisban is tombol a koronavírus járvány második hulláma. A regisztrált fertőzöttek és a járvány miatti halálesetek száma szerinti rangsort egyaránt az Egyesült Államok vezeti, már jó ideje. Eddig közel 12 millió fertőzött került nyilvántartásba, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a negyedmilliót is. A New Yorki városvezetés döntése újabb megpróbáltatása helyieknek. Bilde Blasio azt magyarázta, hogy senki nem örül ennek, ők maguk is nagyon szomorúak, amiért most kárba vész minden erőfeszítésük, amit azért tettek, hogy az iskolák nyitva maradhassanak. Az új esetek számának növekedési üteme azonban elérte a 3 ot az elmúlt hét napban, úgyhogy kénytelenek bezárni az iskolákat a következő napokra. Eközben a megválasztott elnök Joe Biden folyamatosan egyeztet járványügyi szakemberekkel. Az Amerikai Orvosok Szövetségének elnöke azt mondja, közösen fogalmaztak levelet Donald Trumpnak, és ebben arra kérik, hogy a lehető legrövidebb időn belül és maradéktalanul bocsássa rendelkezésre a járványal kapcsolatos összes információ Joe Biden csapata számára, hogy mielőbb elkezdhessenek dolgozni. Egyelőre szó sincs az elnöki hivatal átadásáról, de ez biden nem akadályozta meg abban, hogy bekapcsolódjon a járvány elleni küzdelembe. Legutóbbi videokonferenciáján arról is beszélt a frontvonalban dolgozó orvosoknak és ápolóknak, hogy a járvány elleni védekezésre szánt plusz forrásokról a kongresszus már döntött, de a szenátusban ülő barátaik egy része csak nem akarja elkölteni ezt a pénzt. Ő azt gyanítja, hogy attól tartanak, hogy kapnának ezért a még hivatalban lévő elnöktől. Nagyon reméli, hogy ha az elnök távozik, nagyobb hajlandóságuk lesz megtenni azt, amiről ők maguk is tudják, hogy meg kell tenniük. Az államok sorában legutóbb Ohio jelentett be kijárási korlátozást, illetve sokszorozta meg tesztelési kapacitását azért, hogy legalább helyben lelassítsa az új típusú koronavírus terjedését addig is, amíg a Fehérház élére áll ennek a küzdelemnek.